A hétfői MVFC Berettyóújfalu elleni szuperrangadó után csütörtökön már a fővárosban kellett meccset pótolniuk a zöldfehéreknek. A 11. játéknapról elhalasztott találkozón az előző szezonban még az Eto kispadján ülő Marco Anhulo vezette BM-ét kellett legyőznie a bajnoknak. Nem ígérkezett könnyűnek a meccs, de arra talán senki sem számított, hogy 3 gólos hátrányban is lesznek a zöldfehérek. Aguiar nyomán gyorsan vezettek a mieink, majd fordítottak a hazaiak, aztán Alvarito egyenlített. Csak hogy 6 perc alatt 3-szor is beköszönt a BM-e, ráadásul Balázs Kapust és Carlitost sérülés miatt elvesztette az Eto. A második félidő elején tehát 5-2-t mutatott az eredményjelző, ezután azonban beindult a zöld-fehér henger. Aguiar még 3-at, Drót, Alvarito és Humara 1-1-et vágott. Aguiar így mester 4-esig jutott a találkozón, az Eto pedig végül 8-5-re győzött. Ezzel a diadallal továbbra is a Rába partiak az egyetlenek a bajnokságban, akiknek még nincs veresége. A zöldfehérek 41 bajnoki forduló óta nem találtak legyőzőre a honi pontvadászatban. Utoljára 2012. szeptemberében kaptak ki a bajnokságban.